Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma, mai témáink röviden. Már hétfőn megindult volna az izraeli támadás, de váratlanul lemondták, nagy viták zajlanak a háborús kabinetben. Orbán Balázs szerint nem helyi túlkapás a brüsszeli konferencia botrány, nagyobb erők állnak mögötte. A Google alkalmazottai Izrael ellenes tüntetést szerveztek, többeket letartóztattak vagy kirúgtak a Dracula hívő román szélsőséges párt hazugságvizsgálóval szűrni az EP jelölteket. Egyre kevesebben olvassák a Bibliát Amerikában. Önök az április 17-i adást hallják, a nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában, amelyeket a videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Nézzük akkor híreinket részletesebben. Ahogyan telik az idő, úgy repennek fel hírek arról, hogy Izrael mégis visszakozik az erőteljes válaszcsapástól, ám most az ezért lobbizó brit és német külügyminiszter is megerősítette azt, hogy a zsidó állam eltökélt abban, hogy támadni fog. Most már Amerika is úgy tudja közvetlenül Irán területét. A közel kapcsolatos híreink következnek. Zelenszky elnök ugyanolyan védelmet követel, Ukrajna számára, mint ami Izraelnek van. Mint mondta, Ukrajna azonban nem kapta meg azt a légvédelmet, ami hétvégén kisegítette Izraelt, pedig szerinte megérdemelnék azt. Kifejezte azon igényét, hogy mindenre szüksége van, ami csak a frontvonalon szükséges lehet. Lövedékekre, fegyverekre, drónokra van szüksége, ezeket kérte a tagállamoktól. Szemrehányásként megjegyezte, hogy azt az egymillió lövedéket sem látja, amit az Európai Unió íg ígért. Közben nem csak az EU-ban, de az ENSZ-ben is üléseznek. A közelkeleti helyzetet vitatja meg a biztonsági tanács. Antonio Guterres ENSZ főtitkár fel is szólította Izraelt és Iránt, hogy tanúsítsanak önmérségletet, mert a mostani retorika úgymond elképesztően veszélyes. Csütörtökön megint összeül a háborús kabinet Izraelben, hogy megvitassa az iráni válaszcsapást, a Hamasszal való tárgyalásokat a túszokról és a tűzszünetről, valamint a Hezbollakkal való összecsapások kérdését. Brüsszelben közben a palesztin államot akarják egy oldalon elismerni, no nem mindenki, csak Írország és Spanyolország utóbbinak a miniszterelnöke, az egyik leghangosabb kritikusa Izrael-gázai háborújának azonnali tűzszünetet követelt, míg a spanyol külügyminiszter pedig kijelentette, hogy még július előtt el fogják ismerni a palesztin államot. Írország kormányfője, Simon Harris pedig arra használta fel a találkozót, hogy kifejezze nemzete szándékát, mi szerint el akarják ismerni a palesztin államot. Szerint az Európai Unió országainak hasonlóan kellene cselekednie ha hisznek a két állami megoldásban, akkor úgy gondolom ez a megfelelő pillanat, ami ezt segíteni fogalmazott az ír kormányfő. Libanonban zavarják a GPS jeleket, a TV csatornák jeleit, a műholdakat és a tömegkommunikációt is zavarják. Hogy egy légicsapás előkészületét jelenti -e ez dél-Libanonban és Tűroszban vagy mást, azt egyelőre nem tudni. Amerika is bele sodródhat az Irán elleni háborúba. Ennek a lehetőségét Joe Biden amerikai elnök pedzegette a Wall Street Journalben ben írt cikkében. Katar nem közvetítene tovább Gáza ügyében. A katari miniszterelnök azt mondta, hogy átgondolja a közvetítő szerepét a gázai tűzszünettel és a túsztárgyalásokkal kapcsolatban, mert szerintek kihasználják az országot. A sajtókonferencián kiderült az is, hogy a kormányfő szerint már káros Katar számára ez a szerep. Ugyanezen a konferencián a török külügyminiszter azzal vádolta meg Benjamin Netanyahu-t, hogy a regionális feszültségeket kihasználva akar hatalomban maradni. Szerinte azért rángatja a régiót háborúba, hogy ne bukjon meg. További friss híreinkért Keresse a hetek.hu oldalon a kiemelt percről perce tudósításunkat mint arról beszámoltunk, a brüsszeli rendőrség kedden megakadályozta a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia a NATCON zavartalan megtartását, ám a hatóságok döntését a belga fellebviteli bíróság megsemmisítette, így a második napon már zavartalanul beszélhettek az előadók, köztük Orbán Viktor miniszterelnök. A miniszterelnök szerint a rendezvény betiltása, majd később az engedélyezése olyan, mintha a 80-as évek végén lennénk Magyarországon, amikor a szabadság erői meg az elnyomás erői viaskodnak egymással. Örülünk, hogy még szabad beszélnünk Brüsszelben, tette hozzá Orbán Viktor, aki arra a kérdésre, hogy mi a nemzeti konzervativizmus legfontosabb feladata most, azt válaszolta: szabadság, család és béke. Az előzményekről a miniszterelnök politika igazgatója Orbán Balázs a heteknek adott podcast interjúban elmondta, hogy már több alkalommal is rendeztek natkon konferenciát az Egyesült Államokban és Európában is több helyen, köztük Londonban, Rómában, sőt egy alkalommal korábban még Brüsszelben is. De ez egészen példátlan, amit most tapasztaltak a belga hatóságok, illetőleg az erőszakos radikális baloldali antifa csoportok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a rendezvény ne jöhessen létre. Két helyszín tulajdonosát is arra kényszerítették, hogy visszamondja a konferenciát. Amikor egy harmadik helyszínen sikerült elkezdeni a rendezvényt, akkor a belga helyi hatóságok vezetője kiadott egy példátlan, demokráciában elképzelhetetlen tiltóhatározatot. Orbán Balázs szerint az a tény, hogy a magánhelyszínen tartott rendezvényt a hatóság az előadók világnézetére és morális kérdésekben vallott meggyőződésére hivatkozva tiltotta be, az bizonyítja, hogy a brüsszeli baloldali politika megpróbálja ellehetetleníteni a szuverenista, migrációellenes békepárti erőknek a felszólalását Európa fővárosában. Mint elmondta, a rendőrök nem csak a felszólalókat és a vendégeket akadályozták meg a bejutásban, de a bent lévők számára sem engedtek be sem ételt, sem italt, és még az áram lekapcsolásával is fenyegettek. A miniszterelnök politikai igazgatója óva intett attól, hogy a keddi eseményeket elszigetelt esetként kezelje. Ez nyilvánvalóan egy szisztematikus dolog az elmúlt évek politikájának következménye. Nyilvánvalóan annak a következménye, hogy a mai Európai Parlamentben az úgynevezett európai közbeszédet a baloldali, szocialista, radikális, liberális, zöldpárti erőszakos politikai szereplők határozzák meg, akik számára semmi sem fontos abból, ami nekünk fontos Európa kapcsán, csak a saját ideológiájuknak a terjesztése és a sikerrevitele, mondta Orbán Balázs. A Google több tucat alkalmazottja tüntetett a vállalat vezetősége ellen a cég Kaliforniai és New Yorki központjában, amiért 1,1 milliárd dolláros szerződést kötöttek az izraeli kormányjal. Néhány tüntető körülbelül 10 órára elbarikádozta magát a Google Cloud vezérigazgatójának székházában, és azt követelték, hogy a Google és az Amazon bontsa fel az Izrael kötött megállapodását. Az alkalmazottak az akcióhoz külön pólókat is készítettek, amelyeken a szerződés felbontását követelték, vagy éppen azt üzenték, hogy a, úgymond a népírtáshoz nem jár technológia. A tüntetők azt is követelték, hogy vessenek véget a palesztin, arab és muszlim alkalmazottakkal szembeni visszaéléseknek, akik a godalmukat fejezték ki a vállalatok izraeli és gázai munkájával kapcsolatban. A tiltakozás miatt a Google úgy döntött, hogy több tiltakozót is elbocsát a cégtől, akik közül néhányat a helyi rendőrség le is tartóztatott. A Google tájékoztatásul bejelentette, hogy a vállalat olyan szerződést írt alá, amelynek értelmében a pénzügyi, egészségügyi, közlekedési és oktatási minisztériumoknak nyújt szolgáltatásokat, de nem vesz részt a hadsereggel kapcsolatos projektekben. A Drakula hívő román szélsőséges párt hazugságvizsgálóval szűrné az EP jelölteket legfőbb céljuknak a globalisták és a sátánisták elleni küzdelmet nevezte a szélső jobboldali AUR párt. Amikor háborúba indulsz, biztosítanod kell a csapat összetartását, magyarázta Dan Tanassa, a párt szóvivője a román televízióban, hogy miért kell a jelöltjeiknek hazugságvizsgáló tesztekkel bizonyítaniuk a lojalitásukat. A cél az, hogy felderítsék az esetleges úgymond beszivárgókat, és bemutassák a párt átláthatóság iránti elkötelezettségét az európai választás előtt, ahol várhatóan jól fognak szerepelni. A párt helyi vezetőinek és potenciális jelöltjeiknek a június 9-i választások előtt poligráfos vizsgálaton kell majd átesniük. Az első teszteket a jövő héten végzik el, közölte a párt. A globalisták és sátánisták elleni harci egyében induló párt az európai választásokon 12 mandátum megszerzésére esélyes, köszönhetően erőteljesen konzervatív és bevándorlás ellenes üzenetük népszerűségének. A párt országos vezetősége arra készül, hogy bejárják az országot, hogy az összes jelöltjüket átvilágítsák, és megbizonyosodjanak arról, hogy azonosulnak az üzenetükkel. Georges Simion. A párt vezetője a közösségi médiában alaptalannak nevezte a kezdeményezéssel kapcsolatos aggodalmakat. Tapasztalatom szerint azok, akik félelmet, vonakodást vagy ellenállást tanúsítanak, jellemzően árulók, olyan személyek, akik a szükség idején megbízhatatlannak bizonyulnak. Simion szerint a poligráfos tesztek segítenek majd azonosítani a potenciális beszivárgókat, beleértve a hírszerző szolgálatokkal kapcsolatban állókat is a volt szociáldemokrata politikus Krisztián Terhez, aki most az AUR jelölt listájának az élén áll, azt mondta, hogy a románok a választásokon egyszerű döntés előtt állnak, szuverenitás vagy vazallus szabadság vagy zsarnokság. A magyar ellenességéről is ismert párt a kampányanyagaikban és plakátjaikon, Vlad Tepest, vagyis karóba húzó Vlad havas alföldi fejedelem képét is mozgósította, akiről a popkultúra drakuláját mintázták, és aki egy alkalommal több ezer török foglyot húzatott karóba. Az amerikai biblia társulat által végzett átfogó felmérés a State of the Bible USA, a biblia helyzete az USA-ban, arra világított rá, hogy az amerikaiak körében folyamatosan csökken a biblia iránti elkötelezettség. A szakértők attól tartanak, hogy ennek a tendenciának messze menő következményei lehetnek az ország spirituális és társadalmi szerkezetére. A tanulmány szerint az amerikai felnőtteknek már csak 38 a száll időt az Isten tiszteleteken kívül a Bibliára évente legalább 3-4 alkalommal, ami enyhe csökkenés jelent az előző év 40 ához képest. A fokozatos csökkenés az elmúlt évtizedben töretlen tendencia volt, és ennek nyomán esett 2011-es 50%-ról mára 40% alá ez az érték. A Biblia olvasás általános csökkenése ellenére azonban spirituális növekedés iránti nyitottság jelei mutatkoznak. A felmérés szerint ugyanis a válaszatok 15%-a számolt be arról, hogy az előző évhez képest többet foglalkozik a szentírással egy kis csoport keretében ismerősökkel közösen a friss felmérés egy speciális mérőszámot, az úgynevezett spirituális vitalitás mérőszámot is alkalmazza, amely kilenc kulcsfontosságú kérdés alapján értékeli az egyének, egyének spirituális egészségét a hitük és annak gyakorlása terén. Az ezt összefoglaló legfrissebb eredményeik szerint aggasztóan megnőtt a spirituális életükben gyengélkedő kategóriába sorolt amerikaiaknak a száma az előző évi 21 ról 28 ra emelkedett ez. Ez a fajta spirituális hanyatlás a fiatalabb generációk körében a legmarkánsabb. Az generációhoz tartozó felnőttek mindössze 11%-a tartja magát a szentírás iránt elkötelezetnek, amely szám a legalacsonyabb a vizsgált korcsoportok között. Ez azt jelenti, hogy a jelek szerint ez a demográfiai csoport a legkevésbé valószínű, hogy a Bibliát jelentős befolyásoló tényezőnek tekinti a saját életére nézve. Ez volt tehát a hetek napi hírösszefoglalója az Ez ezt történt ma adása. Morvai Péter szerkesztőt hallották. Ha szeretnének új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 69 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. A hetek podcast csatornája kizárólag nézőink bizalmából és támogatásából működik, ezért minden megtekintést köszönünk, és aki teheti, kérjük csatlakozzon a hetek podcast támogatói köréhez. Akik támogatói vagy fejlesztői szinten bekapcsolódnak a munkánkba, exkluzív hozzáférés kapnak számos tartalmunkhoz, és reklámmentesen nézhetik vissza a hetek élő fórumait, többek között Roberci Castellel és Somkuti Bálintal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok, és találkozunk legközelebb is!